Az Emplén Televízió kulturális magazin műsorát a Mecénást látják. Munkatársaim nevében is köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának élére a közelmúltban új igazgatót neveztek ki, dr. Tamás Edit főmuzeológus történész személyében. Az intézmény az elmúlt évek során nem csak a tudományos szakmai közélet egyik fontos helyszíne volt, hanem meghatározóvá vált a kulturális turizmus résztvevői számára is. Az új igazgató szeretné megtartani az eddig is sikeres programokat, ugyanakkor szükségszerű a folyamatos megújulás is. A közelmúltban dr. Tamás Edit főmuzeológus történésszel annak idején a pályaívről, az eddig eltöltött időszakról beszélgettünk, a pálya választásáról, és akkor nem kérdezhettem meg azt, amit most föltétlen meg kell kérdeznem, hogy ez benne volt-e annak idején az elképzelésekben, hogy egyszer majd egy intézmény vezetése is belekerül ebbe a sorozatba, hiszen azóta történt egymás többek között az, hogy most dr. Tamás Edit az igazgatója a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan kihívás, amit az ember nem szabad, hogy elengedje maga mellett, pláne akkor, amikor már több éves rálátása van szakmai és vezetési területekre is, úgyhogy úgy hiszem, hogy ez tulajdonképpen jókor, jó időben és hát megfelelő háttérrel érkezett. Én 1992-ben kerültem ide Sárospatakra, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumába, történész muzeológusként. Akkor én egyértelműen tudományos pályára készültem, és én úgy tekintettem ezt a múzeumot, ahol Zemplénnel, a rákóciakkal, a szabadság küzdelmek történetével, népességgel, nemzetiségekkel, vallástörténettel, tehát a közvetlen környezet és az ennek a tájnak a történetével foglalkozhatom, hiszen én tájszülötte vagyok, és én ízig-vérig zempléniként szerettem volna ezt a témát kutatni. Aztán az évek során rengeteg kiállítási lehetőségem adódott, nagyvárosi pályatársaimhoz képest jóval több, hiszen egy ilyen viszonylag kis intézményként hatalmas, tehát nagy léptékű feladatokat vállalt sorban az intézmény, amelyben én az évek során évről évre meghatározó feladatokat kaptam, és remélem, hogy a lehetőségekhez mérten el is tudtam jól végezni. Nehéz gazdasági körülmények mellett éljük az életünket, a kulturális intézmények fenntartása, működtetése már önmagába gondot jelent, és ezt még a tartalommal is úgy megtölteni, hogy aztán ide eljöjjenek a látogatók, és ezeket megnézik, és használják, igénybe vegyük a programokat. Ez, mint vezetői feladat, nem kevés. Ehhez jönnek még a saját intézményen belüli vezetési feladatoknak az elvégzése is. Mindez együtt, ez gondolom csapatmunkát jelent, tehát a csapat az megvan. Mi az a plusz elképzelés, amit hozzátesz Editke ez a mostani időszakhoz, ami most következik? Én úgy érzem, hogy meghatározza alapvetően a terveket, hogy olyan terveket állítsunk magunk elé, amelynek a kivitelezését és működtetését meg tudjuk valósítani. A kulturális intézményekben is egyre fontosabbá válik az, hogy úgy tervezzünk jövőt, hogy ne csak egy cél, hanem az utána jövő esztendők is ott legyenek a szemünk előtt, tehát a működtetés, a fenntartás, a folyamatos fenntartás, bemutathatóság lehetőségei, ez egy igazi feladat, hiszen általában a pályázatok, azok mindig csak a megvalósításig szólnak. Tehát támogatjuk, létrehozzuk, arra adunk pénzt, de a működtetés és az, hogy az rentábilis, fönntartható legyen, és egy folyamatos érdeklődést tudjunk fenntartani irányába, ez egy igazi nagy feladat, és mindezt egy olyan közegben kell megvalósítani, amikor szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy mi egy fokozottan hátrányos helyzetű térségben vagyunk, egy olyan térségben, ahol hál' Istennek vannak jó szigetek, tehát amelyek azt látja az ide látogató, úgy élik meg a környezetünkben élők, a sárospatakiak, hogy ez egy működő, folyamatosan fejlődő intézmény, itt mindig történik valami, de ezt a képet megtartani egyre nehezebb, ugyanis akár
hogy vannak hatalmas falaink és kapuink, a környezetet nem tudjuk kizárni, és egyre inkább becsöpög nálunk is az az érzés, és az a hatás, hogy egy fokozottan hátrányos helyzetű térségben vagyunk, ez a múzeum látogatókat egyértelműen befolyásolja, tehát elindulnak, nem jönnek a családok, és befolyásolja azt, hogy mecénás, szegény térségben mozgunk. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy mi tulajdonképpen a Rákóczyak fészkében beszélgetünk. Ez most már ugye 2003-tól egy programsorozat, eseménysorozatnak a helyszíne, és az országos, sőt, hát ugye határon túli rendezvényekhez kapcsolódóan, és hát most ennek az ez az esztendő, ennek a hosszú folyamatnak a záró esztendeje. Gondolom erre megfelelőképpen az előbb említett program kínálaton belül majd készül a vár is, a múzeum is. Ebben az évben tulajdonképpen mi egy záró eseményként arra vállalkoznánk, hogy a Rákóczi Szabadságharcnak egy kicsit egy összegzését adva, ősszel a hagyományos őszi időpontban egy konferenciára várjuk, és ez talán egy picit más lesz, mint a többi, nem csak a szakma nagyjait, a szakma nagyjai közül inkább csak néhányat, fiatal kutatókat szeretnénk meghívni, demonstrálva azt, hogy a Rákóczi kutatókköre nem egy zárt világ, és azzal, hogy a Rákóczi Szabadságharc 300. évfordulójának programsorozata befejeződik, hanem hogy a fiatal kutatók által új témák és új egyéniségek fogják meghatározni a következő évtizedeket. Tehát, hogy lehessünk egy ilyen bemutatkozási helyszín, tehát ez egy kicsit más konferencia lenne, egy kiállításra is vállalkozunk, a Rákóczi család, másik Rákóczi Ferenc kultuszának bemutatása, utóélete, Tali Kálmán időszakától kezdve, tehát erre a témára, hiszen van egy állandó kiállításunk, volt egy államférfi kiállításunk, tehát valami újat, másat szeretnénk mutatni, és hát ebben az évben, és ezt nem lehet megkerülni, a Rákóczi évfordulóhoz kapcsolódik, hogy megújul a Vörös Torony. A városban működnek meghatározó kulturális intézmények, oktatási kulturális intézmények. Gondolom, ez a kapcsolat ezekkel a városban lévő intézményekkel a jövőben tovább folytatódik, hiszen jelen pillanatban eddig is működtek. De vajon mennyivel lesz ez újabb, mennyivel lesz szorosabb? Egyáltalán hogy alakulnak ezek a városon belüli kulturális kapcsolatok? Én nagyon szeretném, hogy ez tovább fejlődhetne. Tudományos szempontból a református kollégiummal van a legjobb kapcsolatunk, adódik abból, hogy mind a ketten részben tudományos jellegű intézmény vagyunk, és gyűjteménnyel rendelkezünk, és a kölcsönzések, kutatások révén leginkább összekapcsolódik ez az intézmény, és számos olyan program, kiállítás van, amit nem lehetne nélkülük megvalósítani. Tehát ezt mindenképpen szeretném, ha folytathatnánk. Ami fontos lenne, hogy az oktatásban jobban bekapcsolódjunk, és ennek nagyon fontos lenne, hogy legyenek olyan egyeztetések, ami volt már ebben az évben is, hogy a város adjon teret ezeknek a programegyeztetéseknek és egyeztetéseknek, mert nagyon sok mindent nem tudunk egymásról. Nem tudjuk a mi kedvezmény lehetőségeinket, nem tudják, vagy mi nem ismerjük a tanmenetben meglévő ilyen-olyan lehetőségeket, de arra bíztatnám a helyi oktatási intézményeket, és itt nem csak Sárospatakra, hanem egy nagyobb térségre, a Zemplén-Abaúji térségre, hogy gondoljanak arra, hogy hihetetlen lehetőségei vannak, lehet tanulni nálunk, és lehet olyan úgy megismerni dolgokat, amit sokkal könnyebben elsajátíthatnak. A főiskola felé is fontos lenne, hogy a főiskolások ne egy kényszer által utolsó évesként jöjjenek el, hogy na, itt is jártunk, alapon megnéztük a Rákóczi Múzeumot, hanem részese legyen, jobban legyen részese a Rákóczi, a Sárospataki történelmi múlt megismerésének, a tanmenetnek ez a folyamat, hogy eljönnek a várba. Épp az említett megbeszélésen a
diák önkormányzat vezetője mondta, hogy ők nagyon szívesen bekapcsolódnának. Én azóta is várom, és ezúton is üzenem, hogy tényleg nyitottak vagyunk a főiskola felé, és hogyha vannak lehetőségeik, vagy gyakorlat kapcsán tudnának hozzánk jönni a rendezvényeinknél, minden segítőkéz vagy lebonyolító jól jön, és nekik is fontos lenne, hogy valami gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, és szerintem mi ugyanígy új hely felé is kapcsolódnunk kell. Én már elkezdtem a bemutatkozó látogatások során, de még nagyon sok helyszínre el kell, hogy menjek, és hát reméljük, hogy Füzértől, Széphalmon, Sárospatak, Tokaj vonalon itt egyre többen úgy együtt fognak minket felkeresni, és egy célként tekintenek rá. Tehát ezeket az intézményi kapcsolatokat mindenképpen jó lenne önkormányzatokkal és az itt lévő intézményekkel erősíteni. Adásunk előtt néhány órával nyílt meg a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban Polgár Tamás ikonfestő kiállítása. A tárlatot az alkotó saját kezüleg rendezte be, ekkor beszélgettünk vele az ikonfestés folyamatáról, technikájáról, a színek fontosságáról, valamint arról, hogy milyen lelkülettel kezd hozzá egy-egy kép elkészítéséhez. Több mint 5 éve, egyetemi éveim alatt kezdtem el festeni különböző hatásokra, de maga az ikonográfia gyermekkorom óta a bűveletében tart, gyakorló görögkatolikusként eleve, ha nem is neveltetett, de belémivódott a művészet ezen ágának tisztelete. Eleve a liturgikus hagyományoknak a szerves része az ikonográfia, és különböző művészekkel találkoztam, akik szintén vallásos emberek, és tőlük ellesve a technikákat úgy, ahogy az évszázadok óta is hagyományozódik, mindig mesterről mesterre. Magával ragadott, kipróbáltam magam benne, és úgy gondoltam, hogy nekem való ez a fajta technika, illetve festészet. Két oldala van az ikonfestészetnek, legalább két oldala, én azt szoktam mondani. A technika az csak egy hártya, egy eszköz ahhoz, hogy a képek elnyerik a végső formájukat. Egy nagyon fontos lelki háttér, felkészülés szükséges ahhoz, hogy elkészüljenek a művek, és ez a rész azt hiszem, hogy hangsúlyosabb. Úgy szokták mondani, hogy az ikonfestő imádságban is bölgyben festi a műveit, és amennyire tudom, én is próbálom ezt alkalmazni. Közvetlen környezetem, a család, rokonok olyan támogató környezetet adnak, amelyben nem nehéz a lelki egyensúlyt megtalálni. Mindazonáltal még lelki atyák, akik segítségemre vannak, és a segítségükre, tanácsukra nem csak technikában, hanem lelki előmeneteben mindig lehet számítani. Az ikonfestészet alapjában epigon művészet. Szent életű atyák és ikonfestők festették meg az első ikonokat. A hagyomány szerint Szent Lukács volt az első ikonfestő, aki mellesleg orvos is volt, apostol, ilyen hasonlóan több szálon mozgott, mint ahogy én is. Az benne a lényeg, hogy új ikonokat kitalálni, én úgy gondolom, hogy egy olyan lelki szinten, olyan állapotban lehet megkomponálni, amihez több nagyobb odafigyelés lenne szükséges, mint amit én tudok sajnos erre szakítani. Annyi önállóság van az ikonfestő kezében, hogy esetleg némely szín, vagy némely arcmozdulat, arc tekintet, vagy némely mozdulatban tud saját gondolatokat, vagy érzéseket megfogalmazni, de alapjában éve támaszkodni kell az archeotípusokra. Egy-két mesterem volt, hogyha így fogalmazhatom, papok, akik festenek ikonokat, mostanában talán reneszánszát éli egyébként a világiak körében is, de a vallásos életben is. Maga a technika, nem mondhatom, hogy túl nehéz, vagy túl bonyolult, nem is egyszerű. Néhány lépés van, amire az időt is és az eszközöket úgy oda kell szánni.
a lelki áttér mellett, hogy a képek kialakuljanak, és ugye megfelelő támogatás odafentről. Magát a technikát is lépésről lépésre sajátítottam el, meg tanultam meg, meg jártam utána sokféle forrásból. Az első ikonok nem is a legmegfelelőbb technikával készültek. Mindig hozzátettem azokat az ismereteket, amiket újonnan kaptam, és most már elmondhatom, hogy a évezetes technikával dolgozom. Még az első ikonoknál maga a választott anyagok minősége, miensége sem volt megfelelő, és én úgy gondolom, hogy az ecsetvonások is már kifinomultabbak, mint a kezdetek kezdetén. Az évezredes technika az a fa megfelelő fa kiválasztásával kezdődik. Lehetőleg száraz legyen, hogy ne vetemedjen, amikor már a kép rákerül. Puha fa általában, hogy véshető legyen, a vésés maga a képet mélyítjük, és így a keret kiemelődik, ami védi a képeket. Ha nagy a tábla, akkor kemény fával meg kell merevíteni. Ha ez megvan, akkor le kell csiszolni, és még csak az alapnál vagyunk. A fát le kell alapozni, egy vászon réteg kerül rá, nyúlenyvel, aztán egy krétaporos réteg, nem is egy, hanem több, 6-7, de 10-13-ig is el lehet menni, attól függ, amennyit megkíván. Utána ezt megint le kell csiszolni. Már most olyan 1-2-3 hétnél vagyunk a festésben, és még nem kezdtünk el festeni. Ezután jönnek a festék rétegek. Az ikon az nem úgy készül, mint egy általános festészeti mű. Sötét rétegekből indulva világosítjuk ki az arcokat és a ruházatot. Úgy szoktuk mondani, hogy a világosságra hívjuk elő magát az alakokat is, és a ruhákat, hátteret. És a rétegek között ugye meg kell várni, míg az alatta lévő megszárad, úgyhogy sok-sok nap, mire a legutolsó, legfehérebb réteg rákerül az alkotásra, ekkor készen van a festés, és egy védőrétegként még lakkot is kell felvinni rá, és akkor remélhetőleg ezek az ikonok is, mint ahogy az őstársaik, néhány száz évig meg fogják őrizni az eredeti színüket és fényüket. Vannak speciálisan meghatározva, hogy bizonyos szenteknek milyen színű ruhája van, Isten szülőnek, Krisztusnak meghatározott színű ruhát kell úgymond festeni. Speciális ikonokban ezektől el lehet térni, illetve eltérést kell alkalmazni. És ahogy mondtam, egészen odáig, hogy némely szentnek az ábrázatja, tehát hogy szakállat visel, vörös hajú koposzodó, ezek mind-mind le vannak írva ikonfestészeti kézikönyvekben, amik szintén hagyományozódnak, és általában ezeknek megfelelően készül el az alkotás. Több alkotásom Krisztusról szól, hát a kereszténységnek, hát a keresztényeknek ugye az elsődleges kell, aki legyen, és ha nem is kedvencemnek mondhatom, de hát értelmszerűen neki kell, hogy a legközelebb álljon a szívünkhöz, és sok istenszülő ikont is festettem, és vonzódom a speciális ikonokhoz, éppen ezért nincs egy speciális kor, vagy egy speciális fajta ág, amit festek, hanem ami éppen megtetszik, vagy amit éppen kérnek, hogy fessek meg, azt szoktam, és ez széles repertoárt mutat. A speciális ikon az olyan ikon, amit még ha egy görög katolikus is megnéz, azt mondja, hogy ilyen ikon még nem nagyon láttam, és hogy ez milyen furcsa, milyen érdekes, mert vagy így volt ábrázolva, vagy úgy, vagy ez a jelenet nekem nem köszön vissza a templomok falairól. Ugye az ikonosztázon vannak azok az alapikonok, amit a legtöbb lelki életet élő ismer. Vannak elterjedtebb ikonok, amik mondjuk nem templomokban, de ottani házi ikonfalakon, ikonoltároknál megtalálhatók, és amik itt nincsenek, azokat már egy speciális ikonok közé sorolom. Alapjában véve hordozható ikonokat festek, illetve festünk társaimmal. A templomi ikonok, ikonosztázok nagyobb táblákra készülnek. A nagyobb táblák azok nagyobb odafigyelést is igényelnek, azt hiszem, meg komolyabb asztalos munkát, mint amihez nekünk van úgymond felszerelésünk, kapacitásunk. Ha érkezne felkérés templomok részéről, bizonyára vállalnám megfelelő partnerek bevonásával, az amúgy nagy megtiszteltetés. Én még azokkal a megtiszteltetésekkel élek, hogy magánszemélyek kérnek fel, és ők kérnek saját részre, és ezt is nagyon szívesen festem. Az egyik célom
is volt az ikonfestészettel, illetve különböző pályázatokon jelentem meg, különböző fórumokon igyekeztem részt venni, és nem titkolt célom, hogy népszerűsítsem, közvetítsem ezt a fajta festészetet, művészetet. Úgy gondolom a visszajelzéseken keresztül, hogy igen, internetes galériám is van, ahol sok levelet, e-mailt kapok. Ha egy pályázaton részt veszek, vagy egy országos kiállításon, akkor mindig jönnek érdeklődők, és akár a tekintetükből is lehet olvasni, hogy megérinti őket a képeim által valami. A Sárospataki több célú kistérségi társulás tagtelepüléseinek népi kézműves alkotásaiból, eszközeiből nyílt kiállítás a Művelődésháza is könyvtára emeletén. A Kézművesség a kistérségben című tárlaton elsősorban azokat az értékeket sorakoztatták fel a kiállítók, amelyek már veszendőben vannak, illetve már nagyon kevesen foglalkoznak vele. Tolcsva, Vis, Sározsadány vagy éppen Makkos Hogyka, valamennyi település a Sárospataki több célú kistérségi társulás tagja. Az egyes helyeken található népi értékekből nyílt kiállítás a Sárospataki Művelődés házában. Emellett további 8 helyiség is bemutatja ennek a tárlatnak a segítségével azokat a népi mesterségeit és kézműves hagyományát, amelyeket ma is féltve őriznek, hol ilyen, hol olyan formában. A Kézművesség a kistérségben című rendezvény megnyitója kapcsán Tósné Komáromi Katalin igazgató köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelte, a rendezvény legfontosabb célja, hogy felhívja a saját környezetünk figyelmét azokra az értékekre, amelyeket talán észre sem veszünk. Mindenképpen célunk volt, hogy segítsünk megmutatni azokat a kézműves hagyományokat, amelyek a Sárospataki több célú kistérségi társulás területén rejlenek, hiszen több dokumentum is jelzi, amely a kistérségről készül. Egészen más hagyományokkal rendelkeznek azok a települések, amelyek Tokaj hegyaljához tartoznak, és másokkal azok, amelyek a Bodrog közterületén fekszenek. A szőlő és mór kultúra hagyományait ápolják inkább az előbbiek, az utóbbi községekben pedig a halászat, az ehhez kapcsolódó egyéb mesterségek, a gyékényből, fűzből készült használati tárgyak készítése, és mindenképpen a textiles hagyományok az erősebbek. Természetesen ma már a kis településeken kevés olyan ember él, aki hivatásszerűen ezen mesterségeknek a bemutatását felvállalja, de azért minden házban, minden háztartásban akad olyan használati tárgy, akár egy régi recept, akár egy régi lepedő, lopó, tehát bármi, ami ezeknek a régi időknek a hangulatát idézi. És hát egy másik fontos dolog, hogy nagyon nehéz körülmények között élnek a kis településen az emberek, és ha egy-egy kézműves körben vagy kézimunkakörben elfoglalják magukat, és nem csak a tájegységre jellemző kultúrát dolgozzák fel, akkor is valami értékeset alkotnak és hasznosnak érzik magukat. Ezeket a lehetőségeket is próbáltuk ma bemutatni. Nagyon örülünk neki, hogy az igazgatóasszony és a munkatársai ilyen nagyon-nagyon színvonalas kiállítást rendeztek. Látszik a kistérségnek a sokszínűsége a hegyaljától, a Bodrog közig, Hutáktól, Kenézlőig. Itt szinte minden látható és reprezentálja azt az orvasztó tégelyt, amit hegyalján található és a kistérségbe található. A kistérségben 2007 óta működik a közkincs kerekasztal, amely ugye elsősorban egy szakmai szervezet, de emellett folyamatosan szerveztünk rendezvényeket, programokat, és ennek a 2011. évi első eseménye ez a mai kiállítás. Én nagyon örülök ennek a kiállításnak, mert a kistérség települései megismerhetik egymást. Tevékenységük alapján közelebb kerülhetnek egymáshoz. Mikor az ember megismeri, hogy a másik milyen tárgyakat készít, kedvenc időtöltése miből áll, akkor egy olyan kapcsolat alakul ki, ami munka kapcsolat vagy egyéb kapcsolat során soha nem tudna kialakulni. Mi az, amit önök szerettek volna hozzátenni ehhez a nagy közöshöz?
Hát a borunkon kívül mi azért egy-két dolgot hozzá tudunk tenni. Nagyon sok kézműves található Tolcsván, a nők kézi munkáznak, gyönyörű munkáik vannak, üvegeket festenek, boros üvegeket természetesen, és a fafaragók is nagyon szép munkákat állítottak ki. Ma már sajnos kezdenek egy kicsit feledésbe merülni azok a nagyon régi és nagyon értékes dolgok, amik jellemzőek voltak hegyaljára, és a magunk módján igyekszünk megőrizni, vagy egy borászati kultúraháza keretében, vagy pedig egy ilyen kiállításnak a keretében, ami ez is. A legnagyobb érték az, hogy megmutatja ennek a térségnek a gyökereit, a hagyományait, a múltját, de ugyanakkor rámutat ezeket a dolgokat a mai élő emberek készítették, tehát megmutatja azt, hogy a mai emberek is mire képesek. Megpróbáljuk a kapcsolatot minél szorosabbra fonni, találkozunk az ottani emberekkel, szoktunk kiállításokat rendezni a művházakban, most kapcsán fogunk majd egy kiállítást nyitni, és megmutatni, hogy mi mit tudunk, és szeretnénk esetleg az érdeklődőket megtanítani azokra, amiket mi tudunk, és nyitottak vagyunk azokra a tudásokra, amiket még ők hoztak az elődeiktől. Bodrogközi településekről talán az átlagostól is kevesebb az ismeretünk, és azok a halászati hagyományok, textilműves anyagok, ezek mindenképpen, de mondhatnám Sárazsadány vagy Makkoshogyka jelenlétét is a mai kiállításon, akik talán nem mindig egyforma aktivitással vesznek részt a kistérség életében, de a mai napra nagyon szívesen hozták el a bemutatható anyagukat, és én tényleg örülök, hogy a több célú társulás területéről 12 település ma itt van, és hát ami nagyon fontos, hogy azok a településvezetők, polgármesterek, jegyzők, szakkörvezetők, tiszteletdíjas könyvtárosok is itt vannak, akik egy-egy ilyen kis községnek a közművelődési életét generálhatják, hiszen ahogyan mondtam, ez a műfaj egyedül nem megy, tehát rajtuk is múlik, hogy mennyire tudunk egy kis településen újabbnál újabb programokat szervezni, a hagyományokat megőrizni, és egyáltalán a település életében a mindenkori közművelődést felszínen tartani. Ennek tükrében kellett őket különösebben mozgatni? Szerencsére nem, és azt hiszem, hogy ez megint csak a 2007-es dátummal magyarázható, hiszen az elmúlt években kialakult együttműködésből úgy érzem, ők is érzik, hogy mi az a hozadék, ami a településükre eljut, és hát valóban ez az eltelt aktív 3 év, most már tényleg elég, hogyha telefonon egyeztetünk, megkeressük őket. Nyilván fontos része ennek a történetnek, hogy az elmúlt évben tudtunk már kistérségi közművelődési referenst is alkalmazni, akinek kifejezetten ez volt az elsődleges feladata, hogy a napi kapcsolattartás megvalósuljon Sárospatak és a községek között. Tulajdonképpen nem tudok olyat mondani, hogy a legszebb, meg a legértékesebb, mert az a legjobb benne, hogy felvonultatja a térség értékeit. Tehát ugyanúgy megtalálhatjuk a pataki kerámiát, akkor megtalálhatjuk a bőrművességet, a gyékény munkákat, a veszőfonást, akkor a halászó településekre jellemző hálókészítést, tehát minden résznek a fafaragásokat, amik a hegyaljai, a hogykai részre jellemzőek, tehát mindenki elhozta, ami az őrá legjobban jellemző, és ezek mind gyönyörű, szép munkák, míves darabok. Uram, bocsánat, lehet azt mondani, hogy ezzel a kiállítással egy kicsit fogyaszthatóbbá lehet tenni a népi hagyományokat esetlegesen a fiatalabbak számára is? Igen, remélem, hogy ők is bele tudnak kóstolni, rá tudnának érezni az ízére, és talán akkor nem veszne a múlt homályába, hanem meg tudnánk őrizni a jövőnek, mert igenis értékesek ezek a dolgok, amiket az eleink készítettek.
A Kézművesség a kistérségben című kiállítás január 31-ig tekinthető meg itt a Művelődés Háza emeleti társalgójában. Múzsák a Magashegy tövében című könyvét mutatja be Martinák Jánosné január 20-án 16 óra 30 perctől Sátoraljaújhelyben, a Városháza dísztermében. Kedves nézőink, véget ért a Mecénás, az Emplén Televízió kulturális magazin műsora. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten is várom Önöket. Viszontlátásra!